Elkészült a 2018-as korrupcióérzékelési index újra. 12 különböző szervezet felmérései alapján a Transparency International állítja össze. Lederer Sándor, a K-Monitor alapítója vendégem. Jó reggelt, jó reggelt kívánok! A közszektor korrupciós kitettsége alapján rangsorolnak minden évben a világ országaiban. Pillanatra nézzük azt, hogy mi alapján mérhető a korrupció, hogy ezzel vezessük fel, hogy a nézők el tudják helyezni, miről beszélünk, és annak az érzékelése. Igen, tehát a korrupciót nagyon nehéz mérni, ezt mindenki tudja, mert alapvetően egy látens dolog, ugye ezért üldözik, és ezért a legnagyobb erőfeszítés, hogy lehet felderíteni, mert ez egy általában nem nyilvános dolog. Az egyik mód, ahogyan próbálják mérni, az a percepció, ugye ezért ez az index neve, az az érzékelés, tehát hogyan érzékelik az emberek a korrupciót, és ennek sokféle módja van. Az és egyik kik a, érzékelik hogyan? Az egyik, így van, az egyik az mondjuk a közvéleménykutatásokon alapszik, hogy a lakosság hogyan érzékel, ilyen készült tavaly az Európai Unió által, és a Transparency International minden évben végez egy olyan felmérést, vagy egy olyan indexet készít ilyen percepciós mérésekből, amik leginkább üzletemberek, döntéshozók válaszai alapján tesznek rangsort. Nyilván anonim a kérdőív. Persze, és ez ugye nem is a Transparency készíti magukat a felméréseket, hanem lényegében, ahogy mondta, van 12 vagy 13 olyan mérés, amiből ők összeállítanak egy indexet. Ezek között van a Világgazdasági Fórum, a Világbank, a Freedom House, tehát nagyon sok nemzetközi elismert intézménynek a különböző méréseiből szedik ki azokat az elemeket, amelyek a korrupció szempontjából relevánsak, és készítenek egy indexet a világ összes, lényegében összes országa számára. Pár fontos adat. Egy pontot javultunk tavaly óta. 27-ről a 26. helyre jöttünk föl, tehát az azt jelenti, hogy megelőzve Görögországot, picit kevésbé korrupt Magyarország. Ugyanakkor Romániával, Görögországgal, Bulgáriával még mindig az unió legkorruptabb országai között vagyunk, és ha csak Közép- és Kelet-Európát nézzük, akkor Magyarországot leszámítva csak Szlovénia rontott. Szlovénia egy pontot, mi 2007 óta 9 pontot. Mit kell gondolni akkor a magyar helyzetről? A Robi most biztosan egy kicsit provokatívan azt mondaná, hogy Magyarország most éppen jobban teljesít, tehát egyszer örüljünk. Hát ezt az egypontos javulást vagy nevezhetjük egy ilyen hiba határon belüli dolognak, vagy hogyha egy tartalmi értékelést akarunk adni, akkor talán azt lehet mondani, hogy beáraszták azóta, vagy az elmúlt években azok az üzletemberek, az itt tevékenykedő üzletemberek a korrupciót, tehát nagyjából tudják, hogy hogy kell a helyzettel bánni. És semmiképpen... Igazottak alkalmazkodtak? Hát igen, tehát hogy tudják már, hogy kihez kell fordulni, hogy mik a viszonyok, ugye nyilván sok cég üzletel Magyarországon, valamilyen módon megtalálják ők is a számításukat, csak nem biztos, hogy ez a legjobb az egész országnak, a Magyarországnak. De azt látni kell, hogy ez a 9 pontos romlás ugye 8 év alatt, ez iszonyatosan sok, tehát ugyanennyi idő alatt mondjuk Észtország az ugyanennyit javult, tehát hogy azt akarom ezzel mondani, hogy már nagyon máshol lehetnénk, hogyha komolyan vennénk a korrupció elleni küzdelmet, vagy ez egy valódi cél lenne, de azt is látni kell, hogy mondjuk olyan országok, mint Lengyelország, akiknél ugye mondjuk a jogállamiságot szintén szokás kritizálni, nem csak nálunk, sokkal jobban teljesít, valójában jobban teljesít a korrupciós küzdelembe, vagy vegyük Csehországot, ahol volt valódi javulás az elmúlt években, pedig ott sem egy csodálatos demokrata vezető van, sőt, ugye Orbán Viktor azt mondta valamikor Andrej Babisra, hogy egy géniusz, tehát lehet, hogy ebben követhetné a csehek példáját is. Ott vannak valódi korrupciós intézkedések. A román ügyészség munkája sem segített sokat. Magyarország, Románia, Görögország, Bulgária az unió legkorruptabb országai. Igen, de Románia nagyon lentről jött, és megelőzött minket. Tehát javult Románia is, a hosszabb távon nézzük, így igaz. A bolgároknál nem nagyon sikerült áttérés. Magyarországon az igazán tragikus a zuhanás, mert mi mondjuk az első bolyból, vagy a boly elejéről kerültünk egészen hátra. Ennyit a javulásról. Nagyon érdekes adat az, hogy 2017-ben költöttük az elmúlt 10 évben a legtöbb közpénzt, és 2008 óta nem volt arra példa, hogy az elköltött pénzt ilyen kevés eljáráson át kerüljön kiosztásra, aminek a lényege az, hogy az állami megrendelések egyre inkább néhány ember kezében összpontosulnak, nagyon könnyen, minimális eljárással.
Igen, ugye számos terület van, ahol lehetne a korrupció ellen föllépni. Amit ön mond, a közbeszerzések például ide tartoznak, amikor ugye a pályázatokon különböző állami megbízásokat osztanak szét. Tragikus a helyzet, ugye nagyon sokszor, erről rendszeresen szó van, olyan pályázatokat írnak ki, aminek félbe egy cég indul el, jó eséllyel azért, mert eleve úgy van kiírva, hogy nem nagyon tudnak mások labdába rúgni. De sőt, hallunk olyat is, hogy több úgy indul, hogy csak azért azért, fizetik őket, hogy igen, veszítsenek. Így van, hogy úgy tűnjön, mint hogyha lenne verseny, tehát ezeket nyilván, akik az ezekben a szakmában dolgoznak, látják. De ugye az egészségügyről volt szó korábban, minden magyar ember tudja, hogy ha megy egy kórházba orvoshoz, akkor jó eséllyel egy borítékot be kell csúsztatni az orvos kezébe, vagy nem lepődik meg legalábbis, hogyha ezt elvárják tőle. Ez a hétköznapi korrupció. Ez a hétköznapi korrupció, ezzel mindannyian találkozunk. Tehát azt gondolom, hogy ha az ember olvas híreket és mozog az országban, akkor egyáltalán nem meglepő, tehát nem csak az üzletemberek gondolhatják így, és akkor utaltam ugye az Európai Uniónak az ilyen felmérésére, és ott is Magyarországon a lakosságot, amikor kérdezték, nagyon nagy arányban mondták azt, egyrészt, hogy komoly probléma a korrupció, másrészt, hogy nőtt az elmúlt években a korrupció Magyarországon. Milyen reményeket fűz két nekem fontosnak tűnő változáshoz? Az egyik a miniszterelnök saját maga által bevallott hozzáállása, hozzáállás változása a korrupcióhoz. Ugye bejelentett, hogy eddig és ne tovább, és például ennek a számlájára írják azt, hogy ez a kórház, a Mészáros kórház, vagy a Mészáros gyerekek, ja, hogy a kórház a Fehérváron nem lesz. Nem kapott igen, pénzt, nem kapják igen. Meg, csak egy példát mondan. A másik pedig ugye az elég friss Európai Uniós döntés, ami szignifikánsnak tűnik a korrupcióval kapcsolatban. Őszintén szólva én nem látom egyelőre ezt az elköteleződést. A magyar kormány részéről. A magyar kormány részéről. Ugye egy abszolút, nem tudom, hogy csúsztatással vagy tévedéssel indított a miniszterelnök, amikor erről beszélt, mégpedig ugye amikor azt mondta, hogy Magyarországon van az unió a legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere. Látni fogjuk pénteken, hogy nem így van. Ugye amikor nyilvánosságra kerülnek a képviselői vagyonnyilatkozatok, de eddig is tudtuk. Ó, az egy mulatságos nap lesz. Most pénteken van? Igen, ez ugye azt hiszem elsej, tehát ugye 31. elsőre fognak ezek nyilvánosságra kerülni. Abszolút nem így van, tehát nálunk sokkal-sokkal szigorúbb rendszerek vannak, a magyar rendszer nem igazán átlátható, és lényegében senkit nem kaptak még el azért, mert egy sokkal nagyobb házban lakik, mint amekkorát megengedhetne magának. Ugye magának a miniszterelnöknek is alig van valami vagyona, miközben vagy magángéppel röpköd foci meccseket nézni. Tehát azt gondolom, hogy ezek az apró ügyek nagyon jól mutatják, hogy mennyire veszik komolyan a kormány a korrupciós küzdelmet. És mennyire veszik komolyan az Európai Unió? Hát és az Európai Uniónál akkora a nyomás, mert ugye nem Magyarország az egyetlen ország, ahol ezeket az elképesztő mennyiségű EU pénzeket lényegében eltapsikolják, vagy nagyon rosszul használják fel, hogy olyan nagy a nyomás az európai döntéshozókon, hogy csinálni kell valamit, hogy próbálkoznak, drukkoljunk nekik, hogy sikerül valami, és nem lehet egyszerűen azokat a pénzeket, amiket azért küldenek ezekben az országban, hogy fejlesszenek, hogy a mostani fiataloknak talán egy jobb életük legyen, egy fejlettebb országban, mint nekünk, hogy ezeket egyszerűen zsebre tegyék azok, akik a saját családjuknak akarnak, vagy mondjuk a politikai osztályuknak akarnak csupán egy jobb országot, vagy jobb életet. És még akár egyszer eljöhet az a nap is, hogy belépünk az Európai Ügyészségbe. Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.